Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, folytatódik a családról szóló sorozatunk. A helyszínünk most is a Fekvő Katona söröző és kávézó, ahol nagyon kellemes környezetben találkoztunk szakértőinkkel, akiket be is mutatok most rögtön. Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány vezető terapeutáját, egészségfejlesztő rekreológust. Szervusz Csilla, és sok szeretettel köszöntök mindenkit. Pap Csilla, személyi tervezési szaktanácsadó mediátort. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. És végül, de nagyon nem utolsó sorban Tornyai Gábor atyát, plébánost, mentálhigiénés szakembert. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Esketés volt egy héttel ezelőtt, megbeszéltük, hogy hogy is alakul ki az esküvő, és hogy milyen is az esküvő a család életében, mert bizony ez egy nagyon fontos fordulat, és egy nagyon fontos kő a család életében, de igazából próbáljuk követni a tradíciót. Tehát mondjuk azt, hogy még nem élt együtt a pár, és most az esküvő után kell elkezdeni az együttélést, ami bizony, akármekkora is a szerelem, egyáltalán nem biztos, hogy könnyű folyamat. És itt már tényleg szükség volna tudatosságra, jól gondolom? Abszolút, abszolút szükség van, sőt, komoly beszélgetésekre van szükség, hiszen ha nem éltek együtt, akkor még nem alakítottak gazdasági és életközösséget. Tehát itt pénzbeosztás, egzisztenciális kérdések is felmerülnek, hogy mondjuk ki mit fizet, ki mivel száll be a közös teherviselésbe, aztán, hogy hogyan éljük a mindennapjainkat, hogyan tervezzük, szervezzük az életünket, mert hogy magát az életet is tervezni kell egy valamilyen minőségben megélni. Tehát nagyon fontos lenne azt leszögezni, átbeszélni, megtervezni, hogy mi közösen, te és én, mit akarunk, hogyan akarunk élni, mire költünk, mire nem költünk, milyen programokat, milyen nyaralást akarunk, mikor akarunk és hány gyereket, és a több, és a több. Tehát rengeteg kérdés merül fel. Lehet, hogy a tudatosság csúszik egy kicsit, mert az első pillanatban a fiatal pár csak azt veszi észre, hogy te jó ég, bármerre megyek a lakásba, ő ott van. És itt vannak a dolgai. És belakta. Ez is egy kihívás azért. Vissza szoktak menni a fiatalok az esküvő után a templomba elmondani, hogy hogy indult el az életük? Az, hogy hogy indult el az életük, arról az ritkábban, inkább úgy szokott ez inkább előfordulni, meghívnak mondjuk magukhoz fényképnézegetésre. De hát azért most ugye, amiről mi beszélgetünk, az a tradicionális, vagy az ideális, vagy mondjam, megint katolikus pap képemmel, vagy agyammal gondolkodva, hogy az a jó, vagy a hiteles út, vagy az igazi út lenne, de hát a gyakorlat ugye most már azt látjuk, vagy az van, hogy a párok már rég együtt élnek, mire eljutnak oda, hogy ők összeházasodnak. Nyilván azok a párok, akik az tehát ezt a fajta utat követik, amit például mondjuk a mi keresztény gyakorlatunk is állít elénk, hogy addig ne költözzenek össze, hanem ismerkedjenek, legyen meg az udvarlási szakasz. Ne az legyen a fókuszban, hogy a közös életüket hogyan alakítják ki, hanem hogy egymással találkoznak-e, mert hogy való az udvarlási szakasznak valami ilyen üzenete lenne, hogy ők még ne az életüket alakítsák ki, hogy a hűtőbe mi hova kerüljön, meg nem tudom micsoda, hanem hogy ki is vagy te tulajdonképpen. És én azt gondolom, hogy ha valami ami egy kicsit így a tradicionális értékek felé vezethetne vissza, vagy mutathatna vissza, akkor talán ez is lehetne, amit azért itt Csilla is többször emlegetett még korábban is, ez az önismeret kérdése, meg a párismeret kérdése, hogy nem véletlenül alakulhattak ki, vagy alakultak ki mondjuk ezek a fajta szakaszok, vagy azt is lehet mondani, hogy újra felfedezhetnénk a magunk számára ezeknek a szakaszoknak az értékét és értelmét, hogy az összeköltözéssel ott van az a fajta kísértés vagy veszély, hogy megszokottá válik a másik egy udvarlási szakaszban, hogy tudom, hogy van egy órám arra, hogy találkozzak a másikkal, ha tényleg fontos számomra a másik, akkor megpróbálom azt az egy órát arra kihasználni, hogy őt megismerjem. És hogy amikor utána jön az, hogy összeházasodunk, és kialakítjuk a saját életrendünket, ahogy már az együttérésben megvannak, kialakítjuk a saját szabályunkat, az már egy következő lépcsőfok, én azt gondolom, hogy lenne. De hát ez lenne azt hiszem egyfajta ideális kép. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy összeszokjunk, fontos lenne tudni azt, hogy nekem mik a szokásaim, neked mik a szokásaid, és mik lesznek az új közös szokásaink. Mondok egy példát. A fiú például későn kelő, ő nehezebben ébred.
A lánynak kipattanik a szeme hajnal hasadtával, és ő már akkor pörög-csörög-zörög. A fiú még csendet szeretne. A lánynak már rengeteg borsos tennivalója van. Tehát, hogy ezek a... És akkor ez csak egy reggel, egy első indulás. Nagyon-nagyon sok mindent kell összecsiszolnunk, hogyha összekerülünk a párunkkal, és összeköltözünk, és egy közös gazdasági közösséget kezdünk el alkotni. Ugye az előbb beszéltél róla, ki mit fizet. Egyáltalán közös kasszán vagyunk, külön kasszán vagyunk. Kinek milyen a munkarendje? Kötött munkarended van? Home office-ba dolgozol ugye manapság? Több műszakban dolgozol? Sokat vagy távol az otthontól? Külföldön vagy? Itt vagy? Ott vagy? Tehát ez egy óriási kaland, hogyha az alapvető értékrendünk rendben van. Ha tudjuk azt, hogy mi az, amihez én ragaszkodom, mert én azt szeretném. Tehát az én házasságomban például nem fér bele az, hogy te udvarolsz valaki másnak, vagy te teszed a szépet valaki másnak, vagy nem tudom én. Az én házasságomban bőven belefér az, hogy mi vidámak vagyunk, bohémak vagyunk. A másiknak a házasságában nem fér bele például az, hogy nem szólok előre, hogy én ide megyek, oda megyek. A másik házassága elbírja azt is, hogy ja, te figyelj, összetalálkoztam vele, és akkor beültünk egy kávére. Na, szóval, hogy én azt gondolom, hogy ahányan vagyunk, annyifélék vagyunk, de az a pár, aki elkezd egy közös életet, ha ezt tényleg valódi alapokra akarja tenni, akkor le kell rakni az alapokat. Amit Csilla is mondott, hogy meg kell beszélni. És általában ez úgy alakul, hogy sodródunk. Tehát így jönnek a helyzetek, egyiket a másik után valahogy abszolváljuk, utólag kiértékeljük, és mondhatjuk azt jó esetben, meg szerencsés módon, te figyelj, nekem tök jó lesne, hogyha azért küldenél egy üzenetet, hogy bocs, nem tudok ma hazajönni vacsira, ne gyötörd magad, ne készíts vacsorát. Vagy ne haragudj, túlóráznom kell. Vagy ne haragudj, tehát bármi. De a kommunikációt mindenképpen tartsuk fent, mert a kommunikáció lesz az alapja az egésznek. És hogyha van egy stabil, közel azonos értékrendünk, ott már meg lehet találni a közös hangot, és ott már meg lehet találni azt, hogy a másikat tisztelve, szeretve, hogyan tudom felé közvetíteni az én kívánságaimat. Erre is mondjuk jó kis magyar szavunk. Nekem ez mániám, és még elő fogom hozni egy pár szóval, hogy egyetértőek legyünk. Tehát, hogyha mondok valamit, vagy teszek valamit, akkor értsem, hogy a másik mit mondott, és mit szeretné. És ez az önismeret, meg a másik ismeret téma hozzátartozik, illetve még az is, az önismeret az ilyen szempontból, és a közös élet kialakításához, hogy én azt szoktam mondani a szintén egyes pároknak, hogy minden tiszteletem a tiétek, mert a párkapcsolat kezdete azt szerintem nem szól más, mint hogy tolmács nélkül idegen nyelven beszélni. Tehát, hogy mindegyikünkön egy saját kultúrából, meg ezt is szokták ilyen közhelyesen mondani, hogy ha valaki megnősül vagy férhez megy, akkor nem csak azt a lányt vagy a fiút kerül kapcsolatban, hanem a kutyát, macskát, anyukát, nagymamát, anyóst, meg az egész családot és a család múltját is magával hozza, azt a bizonyos kultúrát. És hogy amikor elindul egy kapcsolat és elkezdenek egymással ismerkedni az emberek, akkor mindegyik a saját kultúrájából kezd el beszélgetni, és azt feltételezi, és ez tud lenni a csapda, hogy a másik is, mivel ugyanazt a szót használja, ugyanazt érti rajta. És akkor itt jönnek elő azok a nehézségek, hogy jó, hát én azt nem úgy gondoltam. Jó, hát nekem az nem azt jelenti. Jó esetben, rossz esetben meg csak besértődök a másikra, hogy nem igaz, hogy nem érted, hogy mit mondta, meg mi történik, meg hogy nem igaz, hogy nem találod ki. Nem találom ki, mert én más kultúrából érkeztem, és nekem ez mást jelent, én másképp oldom meg. És az, amit Zsuzsi mondott, hogy ez a közös nyelv megtalálása, az gyakorlatilag a közös kultúra megtalálása, és hogy a mi családunkban, ti családatokban így volt, a mi családunkban így volt, és a miénkben, amit most elkezdünk, az így lesz. Így ünneplünk, így vitatkozunk, így oldjuk meg a dolgainkat. Tehát a saját párkapcsolati kultúránkat mi írjuk. Mi a kultúránk, a párkapcsolati kultúránk? Ritusok, szabályok, tradíciók. Ritusok, a tradíciók nagyjából ennyi. Tehát ami eddig is volt otthon is, és ezt egyeztetjük. Egyébként mondok az egyet nem értésre egy példát, egy nagyon egyszerű szójáték, hogy mondjuk Éva már megint félrelépett. Ugye ez alatt kettőt is lehet, de lehet, hogy még hármat is lehet érteni. Tehát, hogyha nem ugyanazt érti az alatt, ezt csak így tényleg példának szántam, akkor nagyon félre mehet az információ. És amit te mondtál most, hogy jó esetben jelzi, hogy jaj, én nem azt értettem az alatt, de amikor megsértődik, nem szól, nem kommunikál, és csak telnek a napok, és gyűlnek a vélt vagy valós sérelmek, és a tüskék, akkor ugye időzített bombán ülnek. És aztán ott mindenről lehet beszélni, csak harmóniáról nem. Műsorunkban gyakran találkozhatnak majd a nézők konkrét példákkal, és a példák alapján beszélünk meg fontos dolgokat. Így lesz ez most is. Képzeljünk el egy szituációt, amikor megvolt az esküvő, együtt összeköltözött a fiatal pár, és az egyik fél
legyen a férfi, bocsánat. Egyik pillanatra a másikra teljesen megváltozott, teljesen máshogy állt a másikhoz, mint hogyha az lett volna benne, hogy na jó, megvan, kész, most már nem kell tennem érte semmit. De mi lehet itt a háttérben, mert van ilyen. Jó lehet a hölgy is, de minden esetre előfordult. Tehát ez mitől alapulhat így? Mi lehet a háttérben? Hogy onnantól kezdve elengedi magát, és nem figyel a párjára. Most bocsánat, de akkor itt viszont hadd védje meg a férfiakat, mert nőknél is előfordul. Nagyon sokszor tapasztaltam olyat, hogy valaki tényleg egy gazella volt, és senkit nem akarok megbántani, és eltelt az idő, és ugyanez férfiaknál is a nagy sörhas, vagy a hölgyeknél a testi nagyon durva, nagyon drasztikus változás, vagy egyáltalán ápoltsági dolgok is felmerültek már engem, már kerestek meg párok azzal, hogy bizony ilyen tényezők is közrejátszottak abban, hogy ez hosszú távon előfordult, igen, de rövid igen. Távon. Tehát tényleg megvolt az esküvő, és a következő héttől kezdve az látszik, hogy egyszerűen elengedi azt, hogy a másikra figyeljen, ő most már megnyugodott, megvan, aláírtuk, és kész, elül a fotelba, hiszi, és hogy... a többi, a másik hadnyusok jön. Azt hiszi, Zsuzsi, te sejtesz valamit. Igen, ez az aláírtuk, ez nálunk egy szlogen időnként, hogyha nem egészen ugyanúgy gondoljuk mind a ketten otthon a dolgokat, akkor elhangzik ez, hogy aláírtad. És persze viccesen, és ezzel aztán át is emeltük magunkat a küszöbön. Valóban én azt gondolom, hogy önmagában attól, hogy átmentünk a házasság procedúráján, ezen az egész rítuson, megváltozik, ahogy mondtam az előzőben is, megváltozik az én tudatom. Én most már egy férjes asszony vagyok. Én most már egy férj vagyok. Nekem most már más a státuszom, mások a jogaim, mások a kötelezettségeim, mások a dolgaim. Ez olyan szépen lassan alakul át, de azért erre készülnek szerintem az emberek. Na most, ha nagyon-nagyon nagy éles és éles változás van, hát akkor ott gyorsan kell segítséget kérni. Akár egy személytervező tanácsadótól, akár egy mentálhigiénés szakából, a párkapcsolati korsa, teljesen mindegy. De hogy ott segítséget kell kérni, az biztos, mert alapvetően az embernek a személyisége ettől nem fog megváltozni. Az identitásom annyiban változik, hogy én ugyanúgy viselem a múltamnak minden eddigi rezoméját, de most már egy picit más vagyok én is, egy picit más vagy te is. De az egymás felé fordulásunk az nem változhat meg. Hát én pont azért lettem a te feleséged, és te meg pont azért vettél engem feleségül, mert hogy én azt jelentem neked, és te azt jelented nekem. Ha ebbe változás állt be másnap reggelre, akkor valamit nagyon benéztünk a rajzon. Tehát akkor mindenféleképpen kell igen, külső segítség. Igen, a másik, ami eszembe jutott még ezzel kapcsolatosan, hogy az is lehet, hogy és ez most csak játék a gondolatokkal, így a példát kapcsán, hogy ez a megijedek attól, hogy én nekem most már nem szabad, nem vagyok olyan szabad, mert hogy én elköteleződtem. Lehet, hogy nem rögtön egy hét után jelentkezik, mint mondjuk a te példádban, de hogy eljuthat oda egy kapcsolat, hogy akkor hol vagyok én tulajdonképpen? Ki vagyok én az ezerféle szerepem között, és akkor én akarok szabad lenni, és akkor ugye, szoktam azt mondani, hogyha ilyen krízis helyzet van, hogy én legalábbis azt látom, hogy három válasz születik meg erre. Az egyik az, hogy valaki mártírrá változik, és akkor elkezd szenvedni neki, mi jár rossz, és elmondja a haveroknak, vagy éppen a barátnőknek, hogy ilyen az ő felesége, meg ilyen az ő férje, tehát hogy így, és hogy mi jár rossz, és mindenki sajnál, egy fú, de rossz, és hogy bírod ki ezzel az emberrel. Ugye a másik oldal az a lázadó, hogy akkor kitörök ebből az egészből, és akkor engem nem érdekel, hogy mi van itthon, én megyek konditerembe, 3000 kilométert lefutok, meg nem tudom, miket csinálok, de hogy az lesz, amit én akarok, meg elmegyek bulizni, nem mondja meg senki. A harmadik meg azt mondja, én azt szoktam a bölcs útjának mondani, hogy ez a helyzet van most pozitívet, hoztam egy döntést az életemről, ennek azok a következményei, hogy, és megnézem, hogy hogyan tudok ezzel együtt élni, vagy ebben élni, annak, aki én igazán vagyok. Nagyon fontos kérdés ilyenkor, és szerintem már ilyenkor minél előbb el kell tudni dönteni, hogy is legyen a kassa. Közös kassa, külön kassa. Ma már annyiféle variáció van erre valójában. De tényleg ezt nem lehet halogatni, mert egyszer csak kifogy a hűtő, amit anya apa csomagolt az első körre, és aztán vásárolni kéne, és aztán majd jönnek a rezsiszámlák, és akár ne adj Isten, egy albérleti számla. Tehát ez egy nagyon rizikós kérdés megint, és nagyon oda kell figyelni rá.
Hát és főleg arra kell odafigyelni, hogy ki fogja ezt a családi kasszát alapvetően irányítani. Tehát nem baj, hogyha megint van önismeret, és tudja a pár két résztvevője közül, hogy ki az, aki a gazdasági rendszert jobban kézbe tartja, jobban átlátja ezt az egész mechanizmust, akinek nem tehertéte lesz, hanem magától értetődő természetessége van jelen az ő életébe, hogy ezt is szervezni kell, ezt is irányítani kell, ezt is pontról pontra be kell tartani a szabályokat, mert ha nem, akkor nagy bajba kerülünk. És az alapvető értékrend, amiről már többször szó esett. Hogy az egyik, az megvenné még a 953. könyvet is, mondjuk, hogy ne cipőt mondjak. A másik pedig azt mondja, hogy de már nem fér a könyvespolcra. És egyébként meg különben is sarokcsiszolót kell venni, mert nem tudom. Tehát érted, hogy én azt hiszem, hogy ezeket a dolgokat megint csak megbeszélve, csak egyeztetve, de erre azért egy kicsit késő az esküvő után készülni. Tehát ez azért bőven azt megelőzően kell, hogy létrejöjjön, mert akkor tudjuk, hogy mit vállalunk. Mert lehet, hogy kiderül számomra, hogy a másik az egy olyan fogához veri a garast ember, hogy hát bocs, nekem azért nem mondják meg, hogy másfél szelet kenyeret ehetek reggelire, vagy nem tudom, én a férfinek megmondják, hogy három tojást kapsz, és nincs több. Tehát, hogy ez sem jó. Igen, erre előre föl kell készülni, ez ne ott derüljön ki. Számtalan példám van erre egyébként párkapcsolati mediátorként, amikor eljött hozzám most egy idősebb hölgy, és ez egy harmadik házasság lenne, de úgy tűnik, hogy nem lesz belőle házasság, mert egy nagyon egyszerű példa megjelent a friss borsó, a zsenge borsó, és szeretett volna egy borsólevest tenni, és azt mondta a jövendőbeli úr, hogy nem, nekünk erre nincs pénzünk, mi spórolunk. Tehát, hogy amit te is mondtál, hogy egyszerűen megkívánok egy 10 deka epret, és nem vehetek. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos ezeket az értékeket is leegyeztetni, hogy mi fér bele. Tehát, hogy vehetek-e primört például, vagy egyáltalán például melyikünk mennyit keres, kinek mennyi a jövedelme, és azt közös betesszük, vagy azt mondjuk, hogy van egy rezsink, ennyi mondjuk a mi életünk, a büdzsénk egy hónapra, és akkor azt felezzük. És van, aki például a párja mellett külön rak félre, ilyet is tudok. Tudok olyat, hogy teljesen külön kasszán vannak, és felezik a költségeket. Aztán van, aki teljesen összefésüli. És nagyon fontos az, amit te is mondtál, hogy ne legyen versengés a párok között. Akinek jobb az érzéke, jobb ebben, azt csinálja. Mindenkinek valami erőssége van, amiben jobb, akkor hagyjuk kibontakozni azt, hiszen ha én ebben nem vagyok annyira jó, sokkal kényelmesebb, egy célra vezetőbb, hogyha ő kezeli a pénzt, hogyha én ehhez nem értek. És nem kell ebben versengeni, akkor majd én csinálok mást. De persze nagyon... zseppénzt kapjon mindenki, mert hát azért... Igen, ez mindenki... nagyon érdekes így egyébként, hogyha ha nem közös a kassa, hogy akkor hogy van ez kiszámítva. Mert ha mondjuk az egyik keres, most mondok egy aránypárt, durva aránypárt, hogy az egyik keres mondjuk 500 000-t, a másik 100 000-et, akkor ő hogyan állja mindennek a felét? És vannak párok, akik ilyenekkel megkeresnek engem, ilyen érdekes, problémákkal. Érdekes, hogy ez jogilag egyébként... Irreleváns, mert... Irreleváns, igen, mert teljesen, házasok, igen. De házasságon belül mégis külön kezelik, és nagyon sok ilyen van, egyre több. Ami nagyon érdekes dolog, én találkoztam már olyan párral, ahol például elmondta a férfi, hogy nálunk a feleségem kezeli a pénzt, én rendes férfi módjára hazamegyek, leteszem a fizetésemet, ő figyel arra mindig, hogy nekem a pénztárcámban legyen pénz. Tehát, hogyha nekem valamire szükségem van, vagy valamit vennem kell, akkor az ott legyen. Egyébként a férfi jár bevásárolni. Tehát, hogy működik ez a dolog, csak ki kell alakítani egy rendszert. És nagyon fontos az, hogy ez a rendszer ez olyan legyen, ami nekünk jó. Mert lehet, hogy az anyu meg az apu így csinálta, vagy a te édesanyád meg a te édesapád úgy csinálta, de nálunk ez lesz az, ami mind a kettőnknek kielégítő, és így optimális a helyzet. Elmondja, hogy én nagyon nyugodt vagyok, hogy egy ilyen pénzügyminiszter van otthon. Mert az úgy rendben van. A másik azt mondja, hogy az én feleségem, ő nem tud bánni a pénzzel. Neki megvan adva, hogy ez a rezsi, ez a konyhapénz, ebből kell kijönni, viszont a nagy beruházásokra én fogom tudni, és akkor, amikor autót veszünk, vagy nem tudom, hűtőt kell cserélni, akkor a férfi mondja, hogy igen, ott van a félretett pénz. A feleség is tudja, hogy mi a bankszámla száma, és a többi, de ez a megállapodásuk, és itt ez a fontos, hogy legyen egy megállapodásuk. Azért fontos ez többek között, mert mondjuk jön a baba, és a munkából
kiesik az anyuka, nyilván jóval kevesebb bevétele lesz, jövedelme lesz, és neki meg kell szokni azt, hogy eddig eltartotta akár önmagát, és önálló volt anyagilag, független volt anyagilag, most pedig meg kell szoknia azt, hogy a társa fogja adni a pénzt arra, amire mondjuk egy ruhára, egy cipőre is, hiszen neki már egy így sokkal kevesebb van. Gábor atya? Gondolkodtam azon, hogy itt beszélgettetek ezekről a pénzügyi dolgokról, meg hogy most ki hogyan legyen, mint legyen, vagy éppen ne legyen. Nekem csak az jutott eszembe erről az egészről, hogy ez pont ugyanaz, amiről szintén korábban is szó volt, hogy a család az egy rendszer, és hogy egy élő dinamikus rendszer, aminek megvannak a maga szabálya, amik bizonyos helyzetekben működnek, mert hogy arra a helyzetre jöttek létre, és vannak helyzetek, amikor ezeket át kell írni, és át kell gondolni, hogy hogyan működik ez tovább. Nekem az az elvem, hogy ami nem változik, ami nem képes változni, az meghal, az nem működik. És a családra pont ugyanúgy igaz, hogy oké, hogy a házasság elején megkötünk bizonyos szabályokat, hogy ezek így fogjuk csinálni, de lehet, hogy egy vagy két év múlva, vagy akár egy hét múlva egészen új dolog kerül be a család életébe, amire eddig nem gondoltunk, és át kell gondolni azt, hogy mi az, ami működik. Nekem ebbe az egész rendszerbe van benne az, hogy pénz. Tehát ugye az egy része annak, hogy a család mint rendszer működik, hogy gazdaságilag hogyan tudjuk fenntartani magunkat, ki az, aki jobban tudja kezelni, ki az, aki kevésbé, külön kassa, nem külön kassa, ha külön kassa, akkor miért van ennek azok, hogy külön kassa, hogy most itt megint ugye ez az önállóság, nem önállóság, vagy ez egy közös döntésünk, hogyan, de hogy ezek a nagy egész rendszernek a szabályrendszerébe tartoznak bele, hogy együtt hozunk létre valamit, ami és szintén valahogy így fogalmaz, hogy ezek mi vagyunk. És ez a miségünkhöz tartozik hozzá, hogy van egy olyan rendszer, egy olyan dinamizmus, egy olyan élet a kapcsolatunkban, ami folyamatosan korrigálnunk, meg javítanunk kell, de mi is biztos, hogy korrigálnunk, választ kell adnunk azokra az új meg új kérdésekre, amikre addig nem volt válaszunk. Talán nem is a szabály a jó kifejezés, inkább szokás családon belüli vagy párok között. Én viszont ezzel vitatkozom, én inkább a szabály mellett maradnék, mert nekem a szokás az egy olyan dolog, hogy ez így volt, és ezt így kell csinálni. A szabály meg egy olyan dolog, hogy ezt meghoztuk és átgondoljuk. És ez akkor nem szokás, hanem ez egy valami új dologként, hogy a szabályt módosítjuk. Mint ahogy a nagy országos szinten a törvényeket folyamatosan finomítják, javítják, új helyzeteket. Csak adjuk meg a módosítás lehetőségét? Igen. Szerintem attól marad élő a kapcsolat, meg ez a család mint rendszer, hogy benne van a módosítás lehetősége. És úgy ugye elfogadható legyen, és betartható az a szabályrendszer, amit mi alkottunk. Mert ez fontos, hogy mindenki számára, tehát mindkét fél számára elfogadható és betartható legyen, mert akkor nem lesz ellentét. Nos, tehát én azt hiszem, hogy megint olyan témánál tartunk, amit érdemes volna folytatni. Egy kicsit a következő rész felvezetéseként talán idézzük meg azt a helyzetet, hogy ott vannak a barátok. Akkor, amikor két fiatal összeköti az életét, óhatatlanul megváltozik a baráti rendszerük, hiszen biztos, hogy kevesebbet járnak el külön. Ugye azért ez is egy kihívás egy pár számára, hogy ez kialakuljon, mert van, aki nem szívesen engedi el a barátokat, és a másik fél meg nem szívesen fogadja, hogy most akkor miért a barátaid, mikor itt vagyok én is. Szokott-e ez problémát okozni? Azért ugye érdemes erről is beszélni. Mindenféleképpen én azt gondolom, hogy az, hogy kinek milyen hobbija van, hogy kinek mik azok a dolgok, amik kiteljesítik az ő életét, ezt megint egyeztetni kell, és azt megint meg kell beszélni. Ha én például szeretek horgászni járni, és ne adj Isten reggelig ott ülök a tóparton, te meg fázol, és nem szívesen jössz, és egyébként is mit bámulod a vizet, nem történik ott semmi. Tehát ugye ezek a dolgok azért nagyon-nagyon fontosak, hogy tegyük rendbe. Kompromisszum, rengeteg kompromisszum, szeretet, ez minden biztonsággal segít. Én nagyon szépen köszönöm nektek most is, hogy itt voltatok. Fekete Cseri Zsuzsanna, Pap Csilla és Tornyai Gábor volt a vendégünk, és köszönöm a helyszínnek, a Fekvő Katona Sörözőnek, kávézónak is, hogy itt lehettünk. A műsor egy hét múlva folytatódik, tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!